Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi közgyűlés, terítéken az óvodarendszer átszervezése. Ragadozó madarak bevetésen, Solymász dolgozik Szekszárdon. Programokat és élményeket adjunk inkább, ne vásároljunk nyulat otthonra. Húsvétra készülnek Aparhanton, tojásfát díszítettek az önkormányzat dolgozói. Ismét ülésezett Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése. A mostani alkalom kevésbé volt heves, mint a korábbiak, amikor a képviselők a város költségvetéséről tárgyaltak, azonban ezúttal is fontos ügyekről születtek döntések. A szekszárdi önkormányzati képviselők többek között ismét tárgyaltak a város óvodáinak összevonásáról. Hát gyakorlatilag minden óvoda maradott, ahol van helyileg, tehát igazából az óvodák azok, ami már kijelenthetjük, hogy szeptemberben nem fog működni, az a Bajcsi óvoda. Az egy kis létszámmal működő, és a ott levő gyerekek és szüleik más szülőkkel leegyeztetve más óvodába tudnak menni, és szeretnének is. A kertvárosi óvoda egyelőre nem kerül bezárásra, a kifutó csoportra, de beiratkozni már nem lehet oda szeptembertől, és az összes többi ugye kibővülve a szülői óvodával. Az óvodavezetők segíteni fogják a szülőket annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülmények közé kerüljenek gyermekeik. Az összevonásokat az indokolta, hogy a csoportok egyenlőtlenül működtek. Hát ez azt jelenti, hogy volt olyan csoport, ahol 14 fővel működött, és volt olyan csoport, ahol 23-24 fő volt. És a finanszírozása, tehát úgy van a finanszírozás, hogy 25 főnél nullás. Tehát a finanszírozás 25 főnél nullás, hogy egy óvodai csoportba kell dadus, két óvónő, két dadus pedasszisztens, tehát ez mindegyik személyzettel jár, és pedagógusok kell ellátni őket, sőt volt olyan óvodánk, ahol nem volt elég pedagógus, a pedagógiai asszisztensek látták el ezt a feladatot. Most ez a helyzet optimalizálódni fog, az összes intézmény hasonló létszámmal fog működni. Továbbá a képviselők megszavazták a Kölcsei óvoda teljes körű felújítását is. A mostanában jellemző heves vitákkal és szócsatákkal tarkított közgyűlések dacára a legutóbbi ülésen arról a napirendi pontról, amely a kárpátaljai magyarok támogatásáról szólt, mindkét fél könnyen tudott igennel szavazni. A kárpátaljai magyarok megtámogatására itt a Károly megyei városok szövetségének az elnöke kezdeményezésére egy felhívást tett közzé a megyei városok felé, és itt a javaslat az 5 millió forint volt, sajnos a szekszárdos költségvetése nem áll jól, de mindenképp szeretnénk támogatni, és nemes a cél, hogy a kárpátaljai magyarokat támogassuk, és a pénzügyi bizottság 1 millió forintot javasolt ennek a célnak a megvalósítására. Lehetőségénkhez képest ennyi volt, és ez végül is átment a közgyűlésen, megszavazta a közgyűlés. A közgyűlés összesen 9 napi rendi pontot tárgyalt. Bódis Gergely László solymász ragadozó madarakkal végez nagy intenzitású reptetés Szekszárdon, azokon a területeken, ahol problémát okoznak a vetési varjak. A cél meggátolni, hogy ezek az állatok újra fészket építsenek. Most, hogy meglátott, akkor még kidumálja magát, ez egy 2 perc. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata folytatja a vetési varjak lakótelepre költözésének megelőzését. Az erre a feladatra megbízott szakember a Toldi és a Bajcsi-Zsilinszki utcában, illetve a Kölcsei és a Vosinszki lakótelepen dolgozik. Kétféleképpen tevődik össze, egy statikus és egy dinamikus védekezésről beszélhetünk. A ragadozó madár aktív jelenléte a varjakban megszünteti a természetes biztonsági érzetet, és ezzel ösztönzi őket, hogy keressenek egy másik helyet, ahol már zavarás nélkül tudják folytatni a fészkelést. A solymász hangsúlyozta, a vetési varjak védett állatok, így fontos, hogy bennük ne keletkezzen kár a zavarásuknál. Én többféle ragadozó madárral végzem ezt a tevékenységet, statikusan általában solymokat szoktam magammal hozni, akik itt nem repülnek, de a jelenlétük már félelmet kelthet a varjakban, illetve vannak úgynevezett amerikai héjafélék, Harris héják, akikkel viszont dinamikusan is tudunk végezni ilyen tevékenységet. Le kell szögezni, hogy az én madaraim érdektelenek a varjakra nézve, viszont ezt a varjak nem tudják, bennük félelmet kelt a látványuk. A ragadozó madár és a solymász között folyamatos kontakt áll fent, az állat követi a szakembert és hívásra visszaérkezik hozzá. Dióhéjban ez egy bizalmon alapuló vadásztársi kapcsolat a ragadozó madár és a solymász között, ez a mindennapi aktív foglalkozásnak a eredménye. A vetési varjak fizikai és zajszennyezéssel is zavarják a lakóközösséget. Mert a parkírozóban nagyon összepiszkítják a gépkocsikat, és nagyon nehéz lepucolni. Úgyhogy nagyon jónak tartom, hogy a város erről gondoskodott.
A védekezés nagyjából április közepéig tart, egészen addig, amíg a varjak költése el nem kezdődik. Árokba csúszott egy személygépkocsi, miután karambolozott egy kis teherautóval Vátaszéken. A közlekedési balesethez a város önkormányzati és önkéntes tűzoltói vonultak, akik áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen ketten utaztak. Az egyik sofőrt a mentőszolgálat kórházba szállította. A Tolna vármegyei rendőrök a húsvéti időszakban is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályok betartására, különös tekintettel az ittas járművezetők kiszűrésére. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy évről évre egyre kevesebben ugyan, de még mindig vannak olyanok, akik figyelmen kívül hagyják az alkoholfogyasztás melletti gépjárművezetés tilalmát és veszélyeit. Ezzel mind maguk, mind mások életét és testi épségét veszélyeztetik. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy húsvétkor se legyen senki könnyelmű és felelőtlen, mert életek múlhatnak rajta. A Magyar Falu pályázat kommunális eszközbeszerzésre kiírt pályázatán nagymányok 13.385.800 forint, vissza nem térítendő 100%-os pályázatot nyert egy új platós kis teherautó és egy új egytengelyes pótkocsi vásárlására. Számolt be Bartucz Máté, a település polgármestere Facebook oldalán. Erre nagy szüksége volt a városnak, mivel a meglévő kis teherautó már nagyon rossz állapotú volt. A polgármester reméli, hogy ezek az eszközök hosszú ideig fogják segíteni a város üzemeltetést. A kisállat vásárlása egy komoly döntés, számtalan érv szól amellett, miért nem vásároljunk húsvétra nyulat ajándékba, gyereknek, ismerősnek. Az újdonság varázsa hamar elillan, és a kisállatok sínylik meg a felelőtlenséget. Fiát Szilvia, a Tolna megyei Állat és Természetvédő Alapítvány elnöke nyilatkozott a témával kapcsolatban. Az alapítvány elnöke elmondta, volt olyan év, amikor tömegesen hagytak sorsára kisnyuszikat az ünnepek után az utcán, amiket aztán ők befogtak. Sok kis állat már egy-két hét után otthon elhalálozik a nem megfelelő gondozás miatt. És erre vannak statisztikai adatok, hogy ilyenkor húsvétkor Magyarországon több ezer kis nyuszi hal meg, pontosan azért, mert túl korán leválasztják a szülőktől őket, aztán elviszik haza a gyerekek, ők fogdossák, amit a nyuszi nem nagyon szeret és nem nagyon tűri. A nyuszi, a kis nyúl és a felnőtt nyúl is rendkívül érzékeny állat. Tehát, hogyha az ember nem megfelelően gondoskodik róla, akkor nagyon hamar meg tud halni. Az állatokat a problémás tartás miatt is eldobják. 10-12 évig él, azt az állatot addig kellene tartani, a nyulakat oltásra kell vinni, állatorvoshoz kell vinni, speciális almot, pelletet, speciális táplálékot kell nekik venni. Tehát egy nyúltenyésztő is meg tudja azt mondani, hogy mennyire nem egyszerű a nyuszikat tartani, különösen, hogyha ez egy olyan családba kerül, akiknek fogalmuk sincs a nyuszi igényeiről, mert a nyuszi nem egy kutya vagy egy cica, hogy megveszem neki a bolti eledelt, megsimogatom, és akkor így nagyjából el van, ők sokkal érzékenyebbek ennél. Fiát Szilvia azt javasolja, inkább találjunk más elfoglaltságot, ajándékot a gyerekeknek. Minden szülőt arra biztatunk, hogy semmiképpen ne vásároljanak se nyuszikat, se barikat, se bárányokat, se semmiféle kis állatot húsvétkor, hanem ünnepeljék közösen a gyerekekkel együtt ezt az ünnepet, használják ki az értelmes időtöltésre, vásároljanak a gyerekeknek mindenféle plüss állatot, plüss nyuszit, csokoládénnyuszit, és most olvastam, hogy Szekszárdon nagyon sok érdekes program várja a gyerekeket. Láttam, hogy a művelődési házban is vannak programok, a gyűszűbirtokon is vannak programok. Az állatvédők bíznak abban, hogy évről évre több lesz a felelős szülő, aki úgy dönt, nem visz haza nyulat húsvétkor. Egy soproni kisfiút leptek meg a bonyhádi rendőrök születésnapi alkalmából. Az ünnepelt március idusán nagymamáját látogatta meg a Bonyhád Majoson. Mint édesanyja írta, a fiatalember nagyon szereti a rendőröket, ezért kereste meg a bonyhádi rendőrkapitányság vezetőjét, mivel a születésnap itt tartózkodásuk idejére esett. Az egyenruhások Bence részére meglepetés csomaggal készültek, bemutatták neki a szolgálati felszerelést, és a rendőrautó sofőr ülését is kipróbálhatta.
tavalyi évben keletkezett káresemények után mintegy 1680 mezőgazdasági termelő részesült március végéig 2,85 milliárd forint mezőgazdasági kárenyhítő juttatásban, a kifizetéssel érintett összes terület nagysága meghaladja 20.400 hektárt, jelentette be az Agrárminisztérium. Az elmúlt évtizedben tudatosan fejlesztett mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben a kárenyhítő juttatások kifizetése jelentősen segíti a mezőgazdasági termelőket a tavaszi munkálatok elvégzésében és a termelés fenntartásában. Tavaly a tavaszi fagy és az aszálykár okozta a legjelentősebb ártalmakat. 12 dombóvári karatéka is megmérette magát a Karate Diák Olimpia versenyen. A tanuló ifjúság legrangosabb hazai versenyén az országos döntőben 46 egyesületből összesen 266 fő vett részt. Az erős mezőnyben a Tolnavár megyei csapat most is kiválóan teljesített, melyet a megszerzett 4 arany, 3 ezüst és 6 bronzérem mellett elért több jó helyezés is bizonyít. A dombóváriak összesítésben az éremtáblázat 7. helyén végeztek. A tojásfa díszítés hagyománya évszázadokra tekint vissza, amely szerint húsvétre a fák ágait és a bokrokat díszítik fel. A Parhanton az önkormányzat dolgozói akasztották az egyik fára szebbnél szebb tojásokat. A község vezetősége indította el a kezdeményezést, amely kapcsán felkeresték a vármegye polgármestereit, hogy küldjenek a településükre jellemző húsvéti tojásokat. A 109-ből több mint 35 település csatlakozott, aminek nagyon örültem, hogy a kisebb községek mellett a nagyobb városok is, így Dombovár, Bonyhád, Tamási, Nagymányok, Tolna városa is csatlakozott. Az összetartozás érzését szerették volna a díszítéssel erősíteni. Számomra ami külön öröm volt, hogy nem csak akár postán adták fel ezeket a tojásokat, hanem sok polgármester vette a fáradtságot és személyesen keresett meg, úgyhogy személyes találkozásra is jó alkalmat nyitott. A lakosság pozitívan fogadta a kezdeményezést. Van külön egy aparhanti húsvét csoportunk, amiben igyekeztem sok tojást bemutatni, és úgy láttam, hogy ez nyilván mindenkinek a tetszését elnyerte, hiszen nagyon színes tojások érkeztek, szinte mindegyik más fajta volt. A településen több húsvéti dekorációt is elhelyeztek. Regionális híreink következnek. Fejlesztések a fiatalok megtartásáért. 90 milliárdos program Baranya vármegyében. Csarnok a liget helyén, zöldítés a környékén. Átadták a Diana téri beruházás első ütemét. Készülődés. Megtelnek a balatoni szállodák húsvétra. A következő évtized fejlesztési irányát szabhatja meg a Területfejlesztési Operatív Program Plus. Ezektől a beruházásoktól függhet, hogy Baranya meg tudja tartani a fiatalokat, illetve a fiatal családokat, mondta a vármegyei önkormányzat elnöke. A vármegyei közgyűlés képviselői tájékoztatást hallhattak az elképzelésekről. Ülésezett a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése szerdán. A képviselők hallhattak a TOP Plus programokhoz tartozó feladatokról és projektekről egy tájékoztatást. Ezek a fejlesztési elképzelések jelentik a térség megerősödését az előttünk álló évtizedben, mondta testület elnöke. A területi operatív program plusz nagy Baranyai vármegyei fejlesztési programjának a fejlesztési kerete több mint 90 milliárd forint elérhető forrást irányzott elő Baranya vármegyére. Ezekből igen fontos, de fontos hangsúlyozni, hogy helyben települési önkárti szinten megfogalmazott fejlesztési igények kielégítésére van lehetőség. Vármegyeszerte bővülnek, újulnak meg ipari parkok, középületek energetikai fejlesztései annak érdekében, hogy olcsóbb, megfizethető legyen a rezsi a vidéki kisebb vagy nagyobb önkormányzatoknál, városoknál, és ezáltal a helyi településnek, az önkártnak forrása maradjon más fejlesztésre vagy működtetésre. Ebből a forrásból épülhetnek óvodák, iskolák, de a települések tereit is ebből újíthatják meg az önkormányzatok. Az a cél, hogy Baranya a következő 10 évben egy olyan térségé váljon, ahol sikerül megfordítani azt a negatív trendet, amely 90 óta, gyakorlatilag a rendszerváltás óta a bányák, a nagy ipari üzemek összeomlásától fogva egy depressziós térség volt, ahonnan, amelyet az előregedés jellemzett, ahol a fiatalok nem, ahonnan a fiatalok elvágyódtak. A cél, hogy a következő 10 évben Baranya úgy tudjon fejlődni, a kisebb települések és a nagyobb települések, és természetesen Pécs is, mint a térségnek a húzó nagyvárosa, ahonnan a fiatalok
nem elvágyódnak, hanem itt tervezik a jövőt. Ehhez pedig olyan körülményeket kialakítaniuk az önkormányzatoknak, hogy a fiatalok igényeit ki tudják elégíteni. Ehhez fognak hozzájárulni a területi operatív program plusz forrásai, olyan módon is, hogy nem csak ipari parkok és nem csak a középületek energetikai fejlesztésére lesz forrás, hanem a közterületek, az óvodák és a bölcsödék megújítására és építésére is lesz forrás, hiszen az, hogy egy településen milyen minőségű életet tudunk élni, az nagyban függ ezektől a fejlesztésektől, és akkor tudjuk vidéki Magyarországon megtartani a fiatalokat, az embereket, hogyha azok a közszolgáltatások, amik egy nagyvárosban elérhetők, azok vagy azoknak a jelentős része a kisebb településeken is elérhető, az óvoda, a bölcsöde és az élhető közterek, az iskola az mindenképpen ebbe a körbe tartozik. A területfejlesztési operatív program plusz terveit most készítik elő, ezeket ebben az évben kell benyújtani a támogatóhatósághoz. Baranya fejlesztése az önkormányzat és a kormányzat célja is a megvalósítandó beruházások keretében, mondta az önkormányzat elnöke. Zöld területi rekonstrukció. Ez volt annak a projektnek az elnevezése, amely a pécsi Diana tér pihenő és zöld területeit érintette. A 200 milliós fejlesztés elkészült, szerdán adták át hivatalosan. A téren épített piaszcsarnok is áll már, de ez később nyitja kapuit. A természetvédők szerint hiába a zöldítés, a kivágott egészséges fákat ez nem pótolhatja. Óvjuk a 12 nagy fát, ilyen és ehhez hasonló feliratokkal tiltakoztak civilek a pécsi Diana téren még tavaly augusztusban. Akkor tudták meg, hogy ezt a fákkal borított ligetet ki fogják vágni az új piaszcsarnok építése miatt. Fel vagyunk háborodva, hogy ilyen terv készült, aminek az a lényege, hogy itt 40-50 éves fákat akarnak kivágni, fák egész sorát, ahhoz, hogy egy zárt épület készüljön. Lehetőség lett volna arra, hogy a meglévő piacnak a befedésével és esetleg bővítésével csináljanak ott a másik irányba egy zárt helységet. Nem ide kellett volna tervezni erre, ahol fák állnak, egy kis liget áll. A baloldali városvezetést azonban nem tudták meggyőzni. A fákat kivágták, elindult az építkezés. A faírtás miatt lemondott Pécs zöld biztosa. Így néz ki a felépült piaszcsarnok ma. Egyelőre még zárva, várhatóan májusban nyitja meg kapuit az épület. A Diana téren zöld területi beruházás is történt, ezt szerdán adták át használatba. Az itt élők ötletei alapján történt a beruházás, mondja a terület MSZP-s önkormányzati képviselője. A kutyafuttatónak az áthelyezését, a kettébontását, akkor azt, hogy a focipályát tartsuk meg és újítsuk föl, ez most egy standard formájú, bár kisméretű focipálya lett. Nagyon fontos az, hogy újabb padokat helyeztünk ki, hulladékgyűjtő edényeket, kiváltottuk a közvilágítást, olyan megoldás, hogy napelemes közvilágítás került beszerelésre. Gyakorlatilag a burkolt felületeket kicseréltük mindenhol, tehát ezek most síkban vannak és jól járhatóak, a füves területeket újra füvesítettük, illetve elültettünk 27 darab előnevelt fát, valamint 1000-nél is több cserjét. Ez a focipálya, a játszótér, az új járda és egy új pad a képeken. Ez a része a projektnek 115 millió forint plusz áfa volt. Ez volt a két projekt közül a kisebbik, hiszen a Diana téri piacnak az épület az 469 millió forint plusz áfa volt, plusz még ehhez jött rá a szökőkút, ami bruttó 25 millió forint. Ez egyébként, ha összeadjuk és bruttó értéket nézünk, akkor megközelíti a 800 millió forintot. A Diana tér komplex zöld területi rekonstrukciója, ezzel a névvel futott a piaszcsarnok körüli területen végzett beruházás. A pénzt pályázati forrásból fedezték. Azonban a fakivágások ellen tiltakozó civilek szerint hiába ültettek most 27 facsemetét, ezek nem pótolják a 40-50 éves fákat, amiket a csarnok építése miatt vágtak ki korábban. Készülnek a szállodák az újabb teltházas hétvégére. A legtöbben nagypénteken, illetve szombaton érkeznek a hotelekbe. Sok helyen húsvéti programokkal, animációs foglalkozásokkal és az ünnephez illő menüsorral várják a vendégeket. Ez? Igen, szeretni. Húsvéti mézes kalácsból válogathatnak a szálló vendégek ebben a Zamárdi szállodában. Ez így jó lenne, hogyha alul lenne. Jó. Az álomnyuszi fölül az ülőnyuszi, és akkor körülbe rakjuk. Jó.
Az ünnepi díszek is egymás után a helyükre kerültek a helyiségekben, az első húsvéti vendégeket pénteken reggeltől várják. Alapvetően ugye gyerekekkel érkeznek hozzánk, és így ennek megfelelően készülünk programokkal is. Gyakorlatilag a szünet teljes ideje alatt van délelőtt, illetve délután animációs foglalkozás, és akkor ezeket tarkítjuk olyan családi programokkal, mint például homokanimáció, aztán virágcsokor, virágdoboz készítő workshop, úgyhogy igyekszünk minden bábszínház, tehát igyekszünk mindent így belevinni, hogy mind a felnőttek, mind a gyerekek jól érezhessék magukat, és ezt a húsvéti ünnepet kellőképpen megünnepeljék. A húsvéti hosszú hétvégére, illetve a tavaszi szünetre jellemzően már jó előre gondolkodtak a családok, így a foglalások is hamar megkezdődtek az ünnepi időszakra. Tulajdonképpen a foglalások nagy része egy hónappal ezelőtt elkezdett generálódni. Azért az jellemző, hogy még van egy olyan része a foglalóknak, akik az időjárást követik nyomon, és inkább az elmúlt egy hétben döntötték el, hogy szeretnének húsvétkor elutazni. Úgyhogy így tulajdonképpen megosztlik a foglalásnak az időzítése. Az ideérkező családok közül nem tölti mindenki a teljes hosszú hétvégét a szállodában. Úgy tűnik, két hullámban érkeznek a pihenni, feltöltődni vágyók. Van, aki úgy érkezik, hogy vasárnap, tehát péntektől vasárnapig két éjszakára, az átlagos egyébként a két éjszakás tartózkodás, és akkor innen megy tovább a családhoz, valaki meg kifejezetten szombat, vasárnap és hétfői utazás, tehát gyakorlatilag ez a két variáció van, úgyhogy a szombat a legerősebb, a szombat éjszaka a legerősebb nap. A szállásadók azt mondják, a március 15-i hosszú hétvége után várható, hogy most is rengetegen lesznek a Balatonnál, hiszen programokban és jó időben sem lesz hiány. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szekszárdi közgyűlés, terítéken az óvodarendszer átszervezése. Ragadozó madarak bevetésen, Solymász dolgozik Szekszárdon. Programokat és élményeket adjunk inkább. Ne vásároljunk nyulat otthonra. Húsvétra készülnek Aparhanton. Tojásfát díszítettek az önkormányzat dolgozói. Nagypéntekre visszatér a déli áramlás. Melegfront érkezik délnyugatira forduló, megélénkülő, nyugaton viharossá fokozódó széllel. Napos és mérsékelten felhős időszakok, valamint területek változása mellett jelentősen melegszik a levegő. Említést érdemlő csapadék nem valószínű. Éjszaka hasonló marad az időjárás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!